Balatonról pedig fővárosba kanyarodunk. Metel Zoltán, a Taxis Szövetség főtitkára a vendégem. Jó estét! Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Ugye nyártól, június közepétől az Uber ismét szolgáltat Budapesten, és ez nem csak ezt jelenti, bár annak idején többször beszélgettünk arról, hogy az Uber mit jelentett a taxis társadalomnak, most ez egy merőben más kapcsolat. Hogyan alakult át most a fővárosban az utazóközönségre nézve, illetve a taxisokra nézve ez a mostani szolgáltatás? Abszolút egy új konstrukció, hiszen betartják a szabályokat, amit korábban nem. A konstrukció abból áll, hogy több lett a fuval szervező szolgáltató Budapesten, egyel több lett. Elindult egy verseny a taxisokért, ezt hetek, hónapok, az utóbbi hetekben nagyon komolyan érezhető ennek a hatása, hiszen aranyat adnak a taxisért, hogy az a bizonyos szolgáltató minél nagyobb számban tudja a taxisokat maga mögött tudni. Eddig erre nem volt példa. Tehát az a trend, amelyről mondjuk 3-4 éve beszélgettünk, hogy a taxisok nehezen élnek meg, vagy az autókorszerűsítésére, új autó cseréjére már kevésbé van pénz, az megszűnt, mert kapos lett a szolgáltatóknál maga a taxis. Tulajdonképpen minden összefügg mindennel, azért szűnt meg ez a probléma, mert 2013-ban egy olyan taxirendeletet sikerült közösen alkottunk és elfogadtattunk a rendeletalkotókkal, Tarlós István vezette fővárossal, hogy azóta egy biztonságot jelent a taxisok számára a megélhetés, tehát autókat tudnak cserélni. Jelenleg is néznek nagyon komoly problémákkal, hiszen az autóknak folyamatosan emelkedik az ára, és ezzel párhuzamosan annyival nem tud nőni a fuvardíj, hiszen a lakosság van egy lélektani határ, amit elbír, és most jelenleg itt tartunk. De szerencsére a turizmusnak köszönhetően, hiszen a 2019-es időszakra visszatértünk, és az előtti időszakra olyan mértékben emelkedett a turistáknak a száma, hogy az időközben kevesebbet használt taxi, amit a városlakók használtak, a turisták pótolták. Tehát egy óriási felfokozott érdeklődés van Budapesten a taxi iránt. Ez egész évre vonatkozik, vagy inkább most ugye szezon? Hát eloszlik, vannak kevésbé mozgalmas időszakok, de ez a nyári időszak, amikor a fesztiválok időszakát éljük, amikor a turizmus van, akkor természetesen óriási az igény, és ezt nap tapasztaljuk. Közel 1,5 millió, vagy annál is több havi szinten az utazásoknak az aránya csak Budapesten. Többen azt mondják negatívumként, hogy a taxi most már annyira drága, hogy a magyar turista, a magyar utazóközönség nem engedheti meg magának, inkább a külföldiek pénztárcájához van a díjszabás igazítva. Hogy érzékeli? Is-is. Vannak olyan magyar családok, akik nem engedhetik meg maguknak, viszont nagyon sok olyan céges fuvar van, és nagyon sok olyan állampolgár van, aki viszont inkább használja a taxit, mert még mindig olcsóbb, mint a saját autóját fenntartani, annak a biztosítását, tehát nem akarok belemenni részletekbe, a szervizköltségek, a parkolás, stb., tehát nem éri meg saját autót tartani. Most már a közösségi autóknak a használata és a taxi egymással párhuzamosan teljesen jól működik. Úgy fogalmazott, hogy van turista, illetve utazóközönség, aki használja. Aranyárban mérik a taxist, és szinte verseny van a különböző szolgáltatók között. Mennyi az új belépő most? Minimálisan emelkedett, hiszen azért van egy feltételrendszer. Gépjármű tekintetében, a személy vonatkozásban, tehát azért képzésnek meg kell felelni, tehát mindenki nem tud taxiba ülni, és nem is lenne jó, hogyha mindenki vezetne. Nem akarok olyan példákat mondani itt a szomszédos Bécsben, ahol már németek nagyon nem is szállnak be a taxiba, mert nem németek vezetik ezeket az autókat, és nem szeretnénk oda eljutni. Én azt gondolom, hogy ez az irány azért még ez jelenleg nem észlelhető szerencsére. A verseny a taxitársaságok között mit eredményezhet, hogy gondolja az utazóközönségnél? Gondolok itt arra, hogy például az Uber az nyáron nagyon nagy mértékű akciót hirdetett, illetve akciókat hirdettek, és azért a többiek ezt nehezményezték, hogy elhalásza az utazóközönség egy részét előlük. Hát minden új szereplő és a multik azért jellemző, hogy a piacot szeretnék minél előbb leteríteni és magukénak tudni. Hát ez érezhető volt annak idején a Boltnál is, amikor megjelent, nagyon nagy mértékben és nagyon elég komoly erőszakosan próbálták a piacot megszerezni, többé-kevésbé sikerült is nekik. Ezt gondolom látta az Uber is, hogy ezt a piac azért még fontos lenne számára, még akkor is, hogyha a taxisoknak meg kell felelni minden feltételnek, és láss csodát, megfelelnek minden feltételnek. A legfontosabb dolgot azért kiemelni, mert itt közeleg a következő
következő fesztivál időszak, és nagyon sok olyan visszajelzés érkezik, akár hozzánk is, vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a rendőrséghez, hogy a biztonságos taxit azért keresik. Azt gondolom, hogy arra mondható, hogy biztonságos taxi, hogy egy olyan ügyfélszolgálat van, ahol felveszik a telefont, ahol foglalkoznak a problémájával, akár bemarad az útlevél, a pénztárca, vagy a fényképezőgép, akkor fel tud hívni egy olyan telefonszámot, akivel tud kommunikálni. És erre a magyar utazó közönségnek igen nagy szüksége van. Van olyan prognosztizáció, amely arról szól, hogy bár most a taxisok jól el vannak, vagy a szolgáltatók jól elférnek egymás mellett, de a nyár végeztével, ősszel, télen, amikor kevesebb az utazó közönség, kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, na akkor lesz a probléma. Én nem tartok ettől, mert ősszel más problémákkal szembenézni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény lesz a közeljövőben ősszel is, vagy akár a téli időszakban Budapesten, hogy ez a 6500 taxi tudja biztosítani a szolgáltatást. Igény van rá, tehát nem azért van túl sok taxi, mert éppen nem lenne rá igény, ennyit bír el Budapest, ennyit tart el. A taxisoknak van egy része, akik mindig azt gondolják, hogy azt szeretnék, hogy jóval kevesebb legyen a taxi, az utasoknak viszont az az igénye, hogy minél több taxi legyen. Hogy közlekednek most a fővárosban, mennyire zökkenőmentesen? Ez roppant nehéz kérdés, mert naponta nézünk szembe újabb és újabb lezárásokkal, és hát ahogy a híradásokat figyeljük, és a politika átíveli ugye a közlekedés nem kismértékben, pláne a fővárosban, egyre kevesebb és szűk a pálya. Tehát olyan felújításokkal nézünk szembe, hogy mi is változtattuk naponta az útvonalinkon, mert egyszerűen olyan helyre megyünk be, ahol azelőtt nem mentünk volna, mert ténylegesen lehet, hogy egy-két percet nyerünk. Tehát ezek az útvonaltervezők óriási segítséget nyújtanak a számunkra is. Ma már az a tudás, amivel 10-20 évvel ezelőtt rendelkezett egy taxis, hogy fejbe volt neki a város, az sajnos már kidobható. Köszönöm, hogy mindezt elmondtál. Köszönöm a meghívást.